Hát, elég durva. Mit tudsz róla? Vagy így, mi van meg? Nagyon nem hallottam róla, de gondolom, hogy valami terror cselekményes dolog van. Vagy nem? Nem? Katalónia elszakadna, Spanyolország nem engedi. Arról kérdeztünk körbe Budapesten, hogy a magyarok mit tudnak, és mit gondolnak a déli helyzetről. Hát én semmit nem tudok róla. Semmit. Semmit. Nagyon keveset tudok róla, amit a tévében láttam meg minden, hogy lázadoznak meg minden az emberek, de úgy annyira pontosan nem tudom. Annyit tudok, hogy Piqué sírt a sajtótájékoztatón. Ennyi. Meg hogy igen, hát ilyen lázongások vannak. Katalónia független lesz, nem? Alkotmány ellenes módszerekkel próbálok megakadályozni, hogy alkotmány ellenes népszavazás, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Hát nem egy szerencsés állapot, az biztos, tekintve a környezet országbeli magyarokat, nem jó omen. Ez a függetlenségi kérdés minden európai szuverén államnál nagyon érdekes kérdés. Egy államhatalom, akinek ugye természetesen a kezében van a rendőrség, és most azokat az ilyen véres módon még a szavazást is megtorolja. Azt gondolom, hogy ez tényleg Spanyolországnak a belügye. Az, hogy megpróbálják megakadályozni ennek a lebonyolítását, az rendben van, csak a módszerekkel nem értek egyet. Lehetett volna diplomatikusan kezdeményezni erről tárgyalásokat. Az biztos, hogy a rendőri erőszak szerintem nem volt indokolt. A rendőrök korruptak mind, és azok semmi jót nem akarnak soha. Szóval úgy érezzük, ez borzasztóan szomorú 2017-ben Európába. A függetlenedési törekvéssel egyet tud érteni? Nem. Hát én támogatnám az elszakadásukat, hogy aztán, hogy mi lesz ebből, azt nem tudnám megmondani előre. Meg tudom érteni, hogyha külön szakadnának. Most ez miért olyan borzasztóan nagy, hogy évtizedek óta, ha nem régebb óta küzdenek a katalánok? Élhetnének önállóan, barátságban, békében. Sok sikert kívánok nekik. Drukkolok nekik, hogy sikerüljön ezt megoldani. Megoldhatóak ezek tárgyalásokkal, tehát nincs. Ha nem feszítik túl a húrt, akkor nem fajulna soha idáig a dolog. Az jó, mindenkinek függetlennek kell lennie. Így van.